Sziasztok, én Dévi Ökös, de más, mint a Car Detailing Simulator. Eléggé sokatoknak tetszett ez a játék, és én is tök jól el voltam vele, szóval szeretném folytatni, szóval itt is vagyunk a következő részben. Vágástál már rájöttem, hogy mi volt a probléma azzal a rózsaszín autóval, amit ahogy látok, sajnos nem nagyon tudok visszahozni, de ott a folt eltávolítót kellett volna megvennem. Ami a Stain Removal Kit, hát igazából csak azt nem vettem meg, szóval nagyon örülök neki. Minden esetre most már ezt is tudom, az olyan 90%-os lett. Na, viszont tehát van itt egy jó pár munkánk, amit el tudunk vállalni, rengeteg autó, mindegyik másféle. Szóval először kezdjük mondjuk ezzel a Ecos Cobrával, ennek azt hiszem pont ugyanez a neve Car Mechanicben is. Vagy legalábbis van valami nagyon hasonló. Na nála, hát igen, eléggé hasonló dolgokat látok, viszont látok egy újdonságot is, ami nem más, mint a szemétszedés. Várjál, azután már jött a játékba flashlight, amit meg tudok nyitni az F betűvel, aha. Oké, erős, és nézzük a belsejét, Jézusom! Ez most kuka vagy szemetes? Tehát egy, melyik a kettő közül? Kérdés, hogy ezt onnan hogyan kell kiszedni, azon kívül, hogy kézzel. Interior kittel, igen. Ott is van egy garbage can, azt kell kiválasztanunk, és akkor gondolom csak simán, mint egy house flipperben is. Hát nagyjából így, beledobáljuk, eléggé gyorsan meg lehet ezt csinálni. Azon kívül még ahogy látom, itt az ülések azok rendben vannak. Szőnyeg, meg mosás, meg ilyenek. Jó, azokat meg már tudjuk, hogy kell, szóval nyomjuk. És meg is vagyunk, most sajnos nem adta be, hogy lefotózzam, és így nem tudom megmutatni az előtte-utána a képet, de most már majd figyelek rá, hogy mindig lefotózzam. A következő autók egy mufti, szóval neki is esünk, egészen átlagos kis feladatok. És most ahogy látom, nem is nagyon lesznek olyanok, amiknél nagyon újdonság lenne. De ennél lesz majd itt. Repaint the car. Hát attól még szerintem messze vagyunk. 2000 a paint shop. Hát igen. Az nem lesz egy közel, viszont a világítást azt majd mindenképpen fejleszteném. Most van 900-am. Hát jó. Ez még egy világítása se elég. De végül is megveszem a folt eltávolítót, aztán most már biztosan az is meg lesz, és innentől kezdve már, mivel a prók még le vannak lakatolva, így majd úgyis csak az ilyen világítás, meg ilyenekre kell költenem. Mi az a felkiáltója itt a telefonomnál? Felhívjuk a főnököt, igen. Visszavonul, már a Bahamákról jelentkezik. Eladná nekünk a régi garást? Azt, amelyik elázott, vagy melyikre gondolsz? Lehet, hogy már helyre rakták. Aha, itt van map. You are here. Igen, ez a jelenlegi helyünk. Eléggé egyszerű az alaprajza. És van itt Exhibition Room. És ezeken megvan? Ja, de Available Car Space is 0. Tehát ide kiállíthatunk autókat. Aha. És ha ide el tudok menni? Várjál. Aha, el tudok. Itt vannak más autók. Nem is, hogy ezek is szarul azok az autók, azért ezt tegyük hozzá, csillognak, villognak, de ezek ki autói, Cadillac, igen. Garfield Perez rakta ki, ott van fönt a neve, ez is Garfield Perez, mert azt írtam, hogy ha elég nagy lesz majd a rankom, aha, Garfield Perez most az első, hogyha elérjük az elsőt, akkor rakhatunk majd ide ki. 35-ek vagyunk, szóval az még odébb van. Hát Garfield akkor nagyon tudja, de eléggé tutik is helyez. Még ha csak, ha jól értem, flexelésről is szól, semmi másról. De szép darab. És akkor, de ezek a gondolom akkor a saját autója, de mindegy, meglátjuk, egyelőre még csak akkor ide elkukkantottunk. De van itt még más is a mappen, van egy car showroom. Hát ez nem ugyanaz. Rakj a bemutató terembe az autóidat, vonz be több vásárlót, add el az autóidat gyorsabban, jobb áron. Akkor lesz majd autófelújítás? Tehát ilyen barnfindos szintről? Az menő, abból jön majd akkor a nagy lóvé. És ez pedig a másik garázs lesz, ez 3000-be fáj majd nekünk. És hát ez ugyanaz.
Ez ugyanaz, ahol kezdtük a játékot. 3000, de nem is annyira durva. Ez 6000 mondjuk, igen. Hát, lehet akkor nem is olyan éri meg fejleszgetni ezt, hanem inkább 3000-et összeformálunk, az zsauda. Mennyit is kapok egy munkáért? 400... 900... igen, ja mondjuk ott festeni is kell, amit nem tudunk majd. Szóval akkor azt addig el sem tudjuk vállalni. Hát ilyen 500-ak, de hát figyelj. És van egy ezresem. Easy, max 5 munka. Jó van, akkor veressük, mert közben kész van az előző autó. Azt már lefotóztam, szóval itt van róla az előtte utána kép. De jó kis csecse lett, és közben pedig egy Dustert hoztak ide nekünk. Szóval ezt is kalapáljuk rendbe, annyira sok mindent nem is kell csinálni. Újabb pár autó elkészült, azért ott annál az ő terepjárónál, illetve annál az Amcsi vasnál, ott azért pislogtam kettőt, például az Amcsi, hát ez kegyetlen volt, hát mint hogyha egy kamiont vagy egy mozdonyt kellett volna végigtörölgetnem, azért erősen látható, hogy hát méretben is vannak variációk, ez most egy ilyen középeset ez, amit most csinálok, főleg, hogy itt most a kasszimmal nem is kellett foglalkozni, az gyönyörű, szép, viszont az ülésekkel kell foglalkozni, hiszen ugyanaz a baja, mint a múltkorinak, hogy hát erősen foltos, amit simán a tisztító szer, illetve a porszívó nem hoz ki. Szóval van ugye akkor ez a car seat kitünk, amit megvettünk, itt már más a neve, nem is értem. Van benne egy csiszolóvászon, amivel elméletileg meg kell egy kicsit csiszolni azokat a részeket, ahol nagyon koszos. Hát nem tudtam, hogy ennyire drasztikusan is lehet azért tisztítani ülést. Mondjuk hát ahogy látom, ez műbőrülés. Lehet, hogy azokon, ha olyan a folt, akkor már csak így lehet segíteni, hogy egy kicsikét a felső réteget lecsiszolod róla, és utána pedig konkrétan festő pisztolya kell hát megfújni azt a részt. Hát kíváncsi lennék erre a művelet sorra így valóságba. Lehetséges, hogy működik, meg utána talán, ha jól elködölik a szélét, akkor talán nem is ennyire feltűnő, de hát szép. Hát végülis biztos olcsóbb, mint egy teljesen újrabőrözés, de azért bele kell rakni az energiát, és még csak nem is biztos, hogy fullos lesz. De itt most ezzel nem kell aggodalmaskodnunk, itt egyből tökéletes. És Dáne, egyébként közben a level 5-tel feloldottam a pro eszközöket, mindegyiket igazából 500-ért tudnám megvenni, illetve ami még nem pro eszköz, az a headlight kit, hogy most már fényszórót is tudjunk polírozni, hát nagyon erősen kell magamon erőt venni, hogy ezeket ne vegyem meg, mert biztos vagyok benne, hogy eléggé jó kis cuccok lesznek, viszont hát egy munka, és meg leszünk ezen kívül az új garázsra, szóval most mindenképpen arra hajtok. És kész lett ez az autó is, a felnéjét nagyon adom egyébként, nagyon jól nézek ki, és azért a Dominator-ös gumi az egyből feltűnt, hát igen, azért látható volt a játékon, hogy a Car Mechanic Simulator-nek az assetteit úgy használgatja, és ezzel így meg is lett a 3200 pénzünk, ami azt jelenti, hogy már... meg is ittom a térképet, 3 csillagos garázs, nem tudom, hol a 2 csillagos garázs, hogyha ez az 1 csillagos, de mindegy is. Visszaköltözünk oda, ahonnan hát ki kellett jönnünk, az miatt, mivel hát kicsikét elöntötte a víz. Go to garage, hogyha már amúgy is ezt lámpákkal, meg hasonló dolgokkal fejlesztettem volna. Ó igen, akkor úgy néz ki, hogy még nem takarították ki. Látom az akaratot a szemébe. Jézusom. Ez hogy néz ki? Atya világ. Jaj, rendesen nekem kell kitakarítani. Adjuk már. Az nem annyira vicces. Object left 142. Surface cleaned 0%. Akkor most még nincs áram? Vagy mi van? Power Washer, Clean Air, micsoda márka név, a Power Wash Simulator elindul, és ezzel csak így odébb spricceljük a flakonokat, akusfúrót, mert mindent láttam ott. Tehát össze is lehet szedni, de hogy egyébként meg oda is lehet fújni. Aha, jó, akkor gyere csak, és ott van, Power Washer, és így lehet fújni, és abba a körbe kell belevinni.
És akkor beveszi szemétnek. Ó, felnit is elfújja, mindent elfújja ez. Vagy így, illetve a vízsugárától. Hát ez nem mindent, igen, a nagyobbakat, azokat muszájak leszünk kézzel. Akkor vissza kézre, és akkor ezeket pedig, pedig mi felni? Mondjuk nincs annak még baja. Nem feltétlenül dobjuk ki ezeket. Itt is asztalok felborulva, a kanapé az maradható, ó, szegény poszter. Na majd megigazítjuk, ennek nem kellene középen lennie? Haló. Ja, középre is húztuk, aha. Jó, hogy ezeket húzolni kell, és akkor odahúzza a helyére a falon. Menő. Kicsit olyan, mintha levélfújóznék, csak igazából dobozokkal, meg egyéb dolgokkal. Aha, ott az akusfúró, azt is, kalapácsot is, mindent. Meg ezek valami polírkorongok itt, ha jól látom. Még itt össze-vissza vannak. Ó, itt is van egy szemét hely, jó. Akkor oda is, meg ott is van. Egy valamivel egyszerűbb. Itt nem lehet jobb klikkezni? Ó, dehogy nem. És akkor jelzi, hogy hol van még object, illetve, ahogy látom, a padlót is mindenhol fel kell mosni. Aha, ez ilyen zöld, algás. Állhatott ide bent egy kicsit a víz, hogyha ez ilyen lett végül. És a fal is ráadásul. Hát mondjuk a csempét, meg téglát, ja, azt easy bele lehet. Ez itt a lámpa? Oké. Itt szerintem utána a földrengés is volt. Komolyan mondom, képeket szépen megigazítjuk, jó van. Hú, az RX-7, új, de jó! Aha, az összes object megvan, és a felület mosás az még csak 60%. Hopp, volt egy hang. Igen, az is készen van, szóval felrobbanunk? Nem robbanunk föl. Szépen minden lámpa felkapcsolódik, készen vagyunk. Egy gyors betölt és egy maradék szemetet is eltakarítsa, és már itt is vagyunk. Na, ez tök jó volt. Tök jó pofa volt, így újra kellett az egészet egy kicsikét tisztítani. Hát igen, azért itt már több fény van. Még mindig lehetne egy kicsikét több oldalról is egyébként, de itt már azért több fény van. Na, azért mindjárt jobb ilyen helyen dolgozni, nem? Azért mindjárt jobb. A csávó jól lehúzott még rólunk 3000-et, de hát most már miénk az egész biznisz, és miénk az egész dicsőség is. Mi vesszük majd át a díjat, ez shed. Itt tudunk venni autókat, amiket utána helyre tudunk állítani, és profittal eladni. Ide, ha bejövünk, akkor ez egy ilyen random hátsó kis rész. De miért veszek meg autót a saját hátsó kis részemből? Minden esetre, wow, azért van egy pár. Ő az első, akit meg tudnánk venni. Kérlek szépen, mindenféle adat, 290 lóerő, meg ilyenek. Igen, nullába kerül, akkor olyan kis tutoriál autó, mondjuk azt, hogy őt itt találtuk. És akkor már itt is van. Ez senki, ez a miénk, szóval mindent meg is kell rajta csinálni. De akkor ebből jó kis pénzt fogunk keresni, te? Wait a second, hol van a... itt volt a rák régen, nem? Hol vannak az eszközeim? Na, azt nem mondta, hogy újra meg kell őket venni. De nem tudtuk volna szerezni egy autót, amivel áthozzuk a régi helyről. Tehát, hogy az oké, hogy a polcot, de hogy mindent, ami eszköz. Még akkor már vehetjük egyből a prókat. Az előző helyen nem tudom eladni. Várjál, menjünk vissza. Hát lássuk be, ez egy kicsikét bullshit, de ez van. Hát nem lehet eladni. Hűha. Másik ötlet, hogy ezt az autót viszont innen átszállítani. Nem. Ergo alsó hangon egy 2500 dollárra van szükségünk, hogy egyáltalán átjöhessünk ide, érdembe. Hát vannak itt belóink, szóval csapassuk. Hát egy jó pár munkával később megdőlt a küllőrekord, viszont a Mustangot, a rózsaszín Mustangot viszont kifejezetten szerette, viszont ott meg pont, hogy nem volt küllő, szóval sokkal egyszerűbb volt a feltisztítás, az a lépés kibaradt. Volt közben egy ilyen nagyon old timer verdánk is, meg minden, és így van most 2900 pénzem, eurom, dollárom, valamim, és... közben itt már megvettem a rákokat, hiszen arra nem gondoltam, hogy rákra is szükség lesz majd, és egészen közben elfogyott az a munkám, ami már nem festős, ez a három mind festős, de szerencsére utána beadott újakat, hogyha vártam egy kicsikét, szóval nem volt nagy para, akkor ide vegyük meg mindenből a prót. Pro ablaktisztító, igen, pro kaszni tisztító, pro polírozó, az oda alulra,
Pro keréktisztító, és Pro beltértisztító, és ahogy látom, az alapok el is tűntek, tehát innentől kezdve, ami már itt maradt nekünk, az a folt eltávolító, illetve a fényszóró polírozó, ebből a kettőből nincsen Pro, csak a többiből, nem tudom, hogy miért, de azokra most szerencsére pont nem is lesz szükségünk ennél az autónál, szóval nézzük először az ablaktisztítást. Hello? Ezt valami nem akarja. Akkor legyen először a body tisztítás. Jó van. Nekem mindegy. Először mindig az ablakkal szoktam kezdeni, mert akkor az úgyis összespritzkolja a kasszit is egy kicsikét. Ez... Hát... Ebben egyelőre nem látok nagyon változást. Talán mintha egy nagyon minimálisan nagyobb range-ben szórnál habot. Magas nyomású mosó. Ez is maximum valami nagyon minimális range-ben, esetleg nagyobb a mos. És ugyanúgy a törlőkendő, ami megint csak egy minimálisan nagyobb range-ben töröl. Hát azért adtam volna valami szélcsatordát is, amivel magától megszárította volna az autót, vagy mit tudom én. Nem rossz ez a nagyobb range-se, de hát egyéb cuccokat is el tudtam volna itt képzelni. Na, akkor jöhet a polírozás. Mit, hogyha... Ez a megvilágítós cucc, ez kicsit máshogy néz neki. De semmit nem emel ki. Várj, ez mi? Oh, wow, what? Na várjunk csak, mik ezek a dolgok? Konkrétan már helyi javítást is tudunk csinálni csiszolópapírral, meg apró kisecset. Mint ahogy a videóban láttam, hogy nyomták, meg van... festék vastagság mérő, tehát hogyha ezt így odarakjuk, akkor ez itt végig 200-as. Az összes kocka be van telve, gondolom az azt jelenti, hogy itt jó vastag a festék. Minden esetre lehet, hogy még később lesz erre szükségünk. Várjál, most akkor... Ja, az ecsettel mentem, az ecset volt. Nem a lámpa. Akkor azért nem mutatott semmit, értem. Hát... Ennél se látok túl sok változást. Viszont itt van kettő darab gépünk, ugye eddig ezt használtuk, ez egy... mi a neve? Pneumatikus polírozógép, hogyha megnézitek, akkor ott a végén van egy kis csap, meg egy kis fém rész, na oda konkrétan a kompresszornak a csövét kell csatlakoztatni, és a sűrített levegő hajtja meg a kereket. Azt olvastam róla, hogy ez olyankor jó, amikor mondjuk, mit tudom én, vizes környezetbe csinálod, és akkor ugye direktben nem árammal dolgozol, hanem mondjuk lehet, hogy egy mit tudom én, egy 10 méteres cső másik végén van a kompresszor, meg hát biztos van más pozitíva ma is, viszont van egy másik gépünk, ami már tökre elektromosnak hangzik nekem. És megjelent egy hőmérsékletmérő, ami gondolom azt jelenti, hogyha most elkezdem polírozni, és egy helybe tartom, akkor túlmelegszik a kaszni, és milyen gyorsan túlmelegszik. Hát az ott túl is melegedett, és konkrétan kifakult a A fényezés. Na, akkor már elrontottuk, akkor már roncsuk el rendesen, tehát hogyha nem mozgatod eléggé, akkor ez konkrétan majd, hogy nem... Hát kiszeded a fényét a festésnek, és... Na várj, és ezt hogy tudom megjavítani? Ó, 0-26-ig leszettem! Jézusom! Az baj. Kisecsettel? Nem? Akkor ezt újra kell fényeznünk, bakker. Jó, hát ezzel nagyon kell figyelni, viszont akkor nem kell polírozni, nem? Azt hiszem, gondolom. Jaj, de még festőkamránk az nincsen megvéve. Ups! 2000! Jaj! Gyorsan megvan az a fényezőkamra, amúgy is kell. 1-3 autót le kellett hozzá pucolni, de meg lett a 2000 pénz, szóval most már bele is vághatunk a festő kamra megvásárlásába, szóval ott is van, ez kérlek szépen Paint Shop level 1-es upgrade, nem tudom, lesz majd több, kíváncsi vagyok rá, hát nem úgy tűnik, ez így 100%, és ezzel így megvagyunk, oké, na muti! Itt van bent a szekrénybe? Hol a kamra? 2000-et fizettem egy kompresszorért, és itt bent fogjuk lefújni a kompresszorra. Jó, azért
Van itt is szellőztető rendszer beépítve, de az egy festőkobra nem pont így néz ki. Nem baj, az jó vastagon fújjuk, azt utána majd jó sokat kell polírozni. Pár bogár között beleragad a festékbe, meg ilyenek, de szép lesz az, jó lesz az. Hogy működik ez? Igen, car color. Jaj. Ne, ez is pénzbe kerül. Jézusom! Melyik a legolcsóbb? Egyik se. 582. De még utána is ott maradnak rajta a karcok. Azt hogy csinálja? Akkor menjünk takarítani. Ez az amcsivas pont annyi pénzt adott nekem, hogy most már legyen elég, hogy le is fessük szerencsétlet. Paint Car 182 az eredeti színével. Ha más színt akarunk, akkor drágább. Hát figyelj, nekem tökre tetszik ez a kék, nem? Szerintem maradjon a kék, és na, most már egy eltűnt minden, ami festés hiba. Políroznunk most már nem kell, lehet, hogy jobb is így, figyelj. Nagy baj úgy már nem lehet. És akkor most egy kis ablakmosás, igen. Na, most már el tudom venni ezt a kitet is, nagyon jó. Nézzük, hogy van-e új eszköz. Szivacs. Hát eddig szivacs nem volt, a másik kettő az volt. A szivacs az miben más? Na, valamit tudunk kenni a szivacsra. Valami tisztítószert gondolom, és akkor ez így nem csinál semmit. Wow! Akkor lehet, hogy ugyanúgy először ezzel kell. Nem, akkor ugyanúgy letöröljük. Talán ez is egy kicsit nagyobb range-be, és akkor mit csinálok a szivacssal? Figyeled! Hogyha úgy... Aha, igen, így látszik, hogy konkrétan ezzel egy kicsikét így... Hát, kifényesítjük az ablakot, vagy nem tudom, kicsit, mint hogyha felpolíroznánk. Lehet, hogy valamiféle ápoló, hát ez mint ott se lenne az üveg. Hát nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy még utána valami ápolót rákensz, és akkor jobb lesz. Wow, tetszik, oké. Ez mondjuk nem tudom, többet ér majd így az autó, vagy valami, nem tudom, de minden esetre megcsináltuk. Most jött a beltérnek a tisztítása. Igen, ez már egy olyan carpet tisztítógép, ami kombinálva van nekünk. Először mondjuk a szemetet kellene kiszedni, ami spricceli a vizet, illetve hát a mosószeres löttyöt, és utána egyből már ki is szívja belőle a koszt. Jaj, illetve hát ez ilyen gőzölős, vagy nem tudom, ja, inkább gőznek tűnik. Nem tudom, a lényeg, hogy gyönyörűen kihozza. Júj, mennyivel gyorsabb ezzel. Úristen, de jó vagy. Hát a másikkal is igazából kihozta tisztítószer nélkül, hogyha porszívóval szenvedtem, de borzasztóan lassan, szóval nem volt egy túl jó taktika. Hú-hú! Csak úgy hasít. Ez nagyon jó. Na, végre valami, ami úgy igazán látványosan gyorsabb. Jöhet egy kis keréktisztítás. Aha, ott is lesz valami új. Nézzük csak, tisztítószer, illetve magas nyomású mosó. Aha, nem hülyeség. Mondjuk lespricceljük ezzel, ami úgy eléggé aktivizálja is magát. Aha. Á, igen, utána ez hat, addig ott körbe megcsináljuk, és utána pedig lemossuk magas nyomásúval. Gyorsabb, meg így most már a küllők között se kell sikálgatnom. Ja. Hát mert ez küllős. Ez az. Nagyon jó. Az volt igazából a legidőigényesebb, amikor a küllők között kellett kefélgetni. De így nagyon jó. Bónusz. Apply tire dressing to tires. Mert hogy itt is van szivacs, és akkor be tudom kenni ilyen gumiápolóval. Csillog, villog, igen, ad neki egy fényt. És akkor még egy gyors visszapillantó, tükör, suviszkolás. Akkor viszont készen vagyunk, az első autó, ami teljesen a miénk, és teljesen, hát igazából saját célra, eladásra újítottunk föl. És akkor most azt mondja, hogy telefon, select car, igen. Csinálunk róla egy jó kis képet. Jó, hogy itt nincs is fotóbordom. Aha, jó van. 400-ból kitelik. Ó, kitelik, jó, oké. Azért sajnáltam volna, hogyha nem tudjuk lefényképezni. Azért egyből ebbe a garázsba is jobban mutat. Ott van, oké, az első kép.
És akkor ezt tudjuk vinni a... Mi az, hogy New Garage? Ó! Ide tudjuk kiállítani, és ezután már el tudjuk majd adni, aha, több kiállítási hely is van. Egyelőre most még csak ide tudjuk. De gyönyörű. Store, cars owned, itt van ez, és meg tudunk adni neki árat, 1000, nem rossz, és aha, tehát minél drágábbra rakjuk, annál több idő lesz, mire eladja, de ugyanúgy eladja. Aha, és akkor választhatunk, hogy várjunk ajánlatokat, vagy pedig adjuk el egyből, amint a elértük a gólt. Megvárjuk azokat az offereket, figyelj, ha ennyit szenvedtem ezzel, akkor kérjük meg az árát, és hát ha valaki fölé ajánl majd, mert nagyon megtetszik neki, nagyon kell majd neki. És most már csak várdunk kell, már ilyet is vásárló. Ó, 1500-t ajánlottak érte. Szerintem behet. Figyelj, egy 1500 pénz, az azért egy ilyen viszonylag gyors munka után, amikor már csináltuk a munkát, akkor gyors volt, az egészen jó. Na hát figyelj, megvan az új garázsunk, első autót felújítottuk, meg ilyenek, ami saját volt. Szerintem egészen jól megy a kis autó kozmetika vállalkozásunk, pro eszközök, meg ilyenek. Szóval, ha szeretnétek, hogy folytassam tovább a sorozatot, akkor mindenféleképpen jelezzétek számomra egy like-kal, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!